Köszöntöm a videó nézőit, folytatjuk a reformkor fő kérdései Széchenyi és Kossuth programja című tanóránkat. Ezúttal Széchenyi és Kossuth programjáról kezdünk el tanulni. Mutassuk is be a főszereplőinket, bár azt hiszem, hogy kevés olyan néző ül a képernyő másik oldalán, aki még nem látta volna a bal oldalt látható Széchenyi István, vagy a jobb oldalt lévő Kossuth Lajos képét, ábrázolását. Ugye mindkettőjüknek nagyon megtisztelő melléknevet adtak. Széchenyiről éppen Kossuth mondta, hogy kezei, ujjait rajta tartotta kor ütőerén, és így lett ő a legnagyobb magyar, tehát Széchenyi nevéhez hozzákapcsolódik a legnagyobb magyar kifejezés. Kossuthról pedig azt mondják, hogy ő a magyarok Mózese, úgyhogy mindenképpen érdemes két ilyen felgraduált, felhájpolt nemzeti hősünkről, az ő reformkor során végzett tevékenységükről beszélni. Ugye ennek az órának a célja nem az, hogy részletes életrajzot közöljek mindkét szeméről, ennek ellenére mindkettőjük életét az 1848-as forradalomig és az ezt követő szabadságharcig összefoglalom. Széchenyi István ugye körülbelül egy évtizeddel idősebb személy, mint Kossuth Lajos. Egyébként érdekes módon ez a politikai megjelenésüket, és illetve a politikai pályán, politikai közéletbe való betörésüket és aktivitásukat is kifejezi ez a 10 év korkülönbség, hiszen ahogyan az előző órán láttuk a reformkor fő kérdéseiről szóló órán, hogy Széchenyi István 1825-ben robban be, mint a modernizáció, a polgárosodás, a reformok embere a magyar politikai közéletbe. Addig Kossuth feltűnésére nagyjából egy 10 évet kell várnunk, hiszen ő 1832-36-os országgyűlésen jelenik meg először, és válik ismert közéleti személyiség és véleményforráló influencerré tulajdonképpen. Ugye a származásuk is különbözik, nem csak az életkoruk. A Széchenyi arisztokrata volt, az egyik legnagyobb birtokos magyar család sarja. Kossuth Lajos pedig egy Zemplén menyei középnemesi családból származik. Széchenyi az arisztokrata fiatalok életpályájának megfelelően katonáskodik, először részt vesz a napóleoni háborúkban is. Ma közben Kossuth Lajos majd jogi tanulmányokat folytat, hiszen ebben az időben nagyon sok közép- és kisnemes fiatal választotta az értelmiségi pályát. A napóleoni háborúk lezárultával Széchenyi István nyugat-európai utazásokat tesz, Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, ezeken az utakon ismerkedik meg Wesselényi Miklóssal, és lesznek jó barátok, és ugye szembesül azzal, hogy hát a magyar állam sokkal elmaradottabb Magyarország, mint amennyire ennek lenni kellene, legalábbis a nyugathoz képest nagyon, és ezek indítják be benne azt a gondolkodást, hogy a reform országgyűléseken felszólaljon, elsőként az 1825-ösön, és ezeket a modernizáció iránti vágyának a kifejezéseit nagyon sok gyakorlati tevékenysége igazolja. Az elméleti munkáiról a következő percekben majd fogok beszélni, ezért ezekre nem térnék rá. Tehát a gyakorlati tevékenységek mit értek ezen? Például ő az, aki a Lánchíd építésén egy állandó Pest és Buda közötti kőhíd megépítésén szorgoskodik. Ő az, aki a dunai és a balatoni gőzhajózás fölött bábáskodik. Ő az, aki az úthálózat fejlesztésén, infrastrukturális fejlesztéseken és a pénzintézetek létrehozásán gondolkodik és erre hívja fel a figyelmet.
ő az, aki létrehozza a lóversenyt és a kaszinót. Nem a szórakozás szempontjából, hanem hogy a közélet és a fehér asztal melletti beszélgetések, brainstormingok, reformok átbeszélése nek legyen egy fórumja az időszakonként összehívott országgyűlésen kívül. És ugye így jutunk majd el oda, hogy 1848 áprilisa után, az áprilisi törvényeket követően, amikor Batthyány miniszterelnök vezetésével egy az első felelős magyar kormány létrejön, akkor Széchenyi is kap ebben egy tárcát. Kossuth Lajos, ugye mint jogász, Budapestre költözik, és a közéletbe az országgyűlési tudósításokkal az 1832-36-os országgyűlésen robban be, majd erről, hogy mi is ez az országgyűlési tudósítások, fogok a későbbiekben szót ejteni. 1837-től 40-ig börtönt kap lázítás miatt, és a börtönben töltött évek során megtanul angolul, és közgazdaságot tanul, tehát ő valahogy enyhébb fogságot szenvedett el, mint Veselényi Báró, akire az előző órán utaltam. És a szabadulása után a Pesti Hírlapnak lesz a főszerkesztője. A Pesti Hírlapnak az a Landerer a tulajdonosa, aki egyébként a császári, az osztrák titkos rendőrség ügynöke, és úgy gondolják, hogyha egzisztenciálisan magukhoz kötik Kossuthot, tehát egy olyan embertől függ, aki udvarhű, akkor vagy el lehet hallgattatni, vagy el lehet lehetetleníteni egzisztenciálisan, ha úgy alakul a helyzet, hogy nagyon lázító eszméket tenne. Ugye a Pesti Hírlapot, mint újságot ebben a három évben Kossuth annyira felfejleszti, hogy valóban egy véleményformáló és tájékoztató sajtótermék lesz, ami több ezres előfizetést eredményez. Miután innen elbocsátják, ezután 1846-tól a Magyar Gazdaságot Védelmező Védegyletnek lesz az elnöke, és ebben a pozíciójában ugye amellett agitál, hogy magyar terméket vásároljanak az emberek, és ne külföldi termékeket. Ez annál is inkább indokolt, hiszen a 40-es években már a német szövetségen belül eltörlik a vámhatárokat, és ezért viszont Magyarország és Ausztria határán a Mária Terézia által 1754-ben létrehozott belső vámhatár érvényben van, tehát a magyar gazdaságnak a fejlődése még akadályoztatottabb lesz, hiszen a felvevő piacának egy részét az a kevés vállalkozás is elveszíti, tehát ezért a magyar termékek vásárlására hoz létre, és ennek a népszerűsítésére egy szervezetet Kossuth, és ennek az elnöke. 1847-től az ellenzéki párt, tehát a liberális, szabadelvű, a reform eszméket, az érdekegyesítést, a jogegyenlőséget, a gazdasági fejlődést, a magyar nyelvvel kapcsolatos dolgokat és az jobbágyfelszabadítás ügyét felkaroló politikai erő és az országgyűlésben ezt képviselő politikai erőnek az egyik prominens személye Kossuth Lajos. És ugye 1848 áprilisa után ő lesz a Batthyány kormánynak a pénzügyminisztere. Tehát látszik, hogy ezek a személyek, Széchenyi és Kossuth mindent megtettek annak érdekében, hogy ne csak elméleti, hanem gyakorlati módon is segítsék a reformok megvalósulását. Most a korszakban írt munkáikról szeretnék néhány szót ejteni, először Széchenyi István munkáiról. Ugye az első műve a lovakról, ez egyszerűen a lótenyésztésről szól, meg a lóversenyzésről, de amikor 1830-ban megírja a Hitelt, ezzel tulajdonképpen egy óriási vitát és együtt gondolkodást indít el. A történet közismert, hiába ő az egyik legnagyobb földbirtokos
Magyarországon nem tud egy bécsi pénzintézettől hitelt felvenni, jelzálogot helyeztetni a birtokára, hiszen a Magyar Királyság ugyan az Osztrák Birodalom része, de a saját törvényei szerint kormányozzák, tehát az ősiség törvénye, amely a nemesi birtokok elidegeníthetetlenségét deklarálja 1351 óta, ez a törvény megakadályozná a bankot abban, hogy a jelzálogot nem fizetés esetén érvényesíthesse, és ezért nem adnak hitelt Széchenyinek. És ennek az ügynek a kapcsán ír arról, hogy hát valamit kéne csinálni Magyarországgal, és modernizálni kellene. Erre ugye adnak egy feleletet, de Seffi gróf ír egy feleletet, és erre válaszul írja meg a Világ, és Értsd így Világosság című munkáját Széchenyi, amiben megvilágítja a hitel homályosabb pontjait, és ezután az 1832-36-os országgyűlésre programként szeretné bevinni a Stádium című munkáját, amely 12 pontban mondja el, írja le, hogy hogyan lehetne Magyarországot modernizálni. És megírja ezt a munkát, de a cenzúra, amely létezik ugye Magyarországon, minden nyomtatott terméket engedélyeztetnie kell az állami cenzúrának, ez nem engedélyezi a Stádium kinyomtatását, és már elkezdődik az országgyűlés, mire Széchenyi ezt Németországban ki tudja nyomtattatni, és ugye be kell csempészni az országba. 1841-ben ír a Keletnépe című munkáját, és a 42-ben pedig a Jelenkor című munka szerkesztését végzi. Kossuth ebben a korszakban, 48 előtti korszakban írt munkái közül ugye az a látható a képen is, Országgyűlési Tudósítások című munka az, amivel berobban ő és ismerté válik. Ugye a nyomtatást a cenzúrának ellenőriztetni kell, de a magánleveleket azt nem ellenőrzi a cenzúra, és ezért Kossuth, aki egy nemes megbízásából őt képviseli az országgyűlésen, mindent feljegyez, letisztázza később kommentelve, a saját kommentárjaival ellátja, és az ott a nézőként az országgyűlésen a diétán résztvevő jurátusok, joghallgatók segítségével, kézírással sokszorosítja, és elküldeti, mint magánlevelet, és így tulajdonképpen nem csak a törvények gyűjteményéből értesül a magyar közvélemény arról, hogy mi történik, vagy mi történt az országgyűlésen, hanem a hozzászólásokat, a véleményeket, mindent el lehet így olvasni, és tulajdonképpen ez az első alkalom, hogy az országgyűlés működéséről egy szinte napi képet kap a magyar közvélemény. Ugye amikor ez véget ér, akkor a megye gyűléseken folytatják, tehát az országgyűlést feloszlatják, akkor a megye gyűléseken folytatják törvényhatósági tudósítások címen ugyanezt a munkát. Ezután kerül Kossuth ugye a börtönbe, és ahogy már említettem, a Pesti Hírlap főszerkesztője lesz 1841 és 44 között, és a Pesti Hírlapban pedig hát ugye publikál rengeteg vezércikket, tulajdonképpen ő teremti meg ezt a műfajt, és nem kell itt mindig ilyen nagyon komoly dolgokra gondolni, mint jobbágy felszabadítás, érdekegyesítés, alkotmányos kérdések, pénzügyi kérdések. Néha egyszerűen a divatról, a közéletről, pletykákról ír ebben a lapban, de megnövekszik az érdeklődés a lap iránt, és több ezer előfizetője lesz a Pesti Hírlapnak, ami a korszakban egy óriási számot jelent. És 41-ben Széchenyi Keletnépe című írására ír egy választ, és erről majd a vitájukról, hogy mind vitatkoznak, fogok majd a későbbiekben beszélni. A két hősünk, Széchenyi és Kossuth programjainak a fő elemei tulajdonképpen Széchenyi és Kossuth programjának fő elemei tulajdonképpen megegyeznek, majd ahogy látni fogjuk, a végrehajtásban vannak nagyobb különbségek. Mind a ketten radikális gazdasági átalakításokat kívánnak, mind a ketten infrastruktúrális fejlesztéseket óhajtanak,
A társadalmi változásokban a nemesi előjogok eltörlése, a jobbágyok felszabadítása és a nemzeti érdekegyesítés mindkettőjük Széchenyi és Kossuth programjában megjelenik, politikai programjukban pedig már vannak különbségek, és ezért most fogunk a két óra zárásaként Széchenyi és Kossuth ellentétével foglalkozni, amelyet tulajdonképpen 9 pontban foglaltam össze. Ugye maguk a személyiségük is különböző. Széchenyi lesz mindig a baloldali, Kossuth a jobboldali. Széchenyi egy megfontolt, higgadtan érvelő arisztokrata, Kossuth a lánglelkű, az érzelmekre ható, nem annyira az észérvekre, bár abban is zseniális, de az érzelmekre ható lánglelkű szónok. A Széchenyi elsősorban könyveket publikál, ugye a könyvek azok kevesebb emberhez jutnak el a korban, mint a Kossuth által elsősorban újságcikkek, vagy újságformátum, hiszen már a országgyűlési tudósítások is ilyesmi volt, elsősorban újságcikkekben kommunikál, amelyek rövidebbek és több emberhez eljutnak, és tömörebbek, és meg lehet fogalmazni bennük egy-egy program mondatot. A Széchenyi István az országgyűlésen szereti, tehát a politika szinterén, a magas politika szinterén elmondani a gondolatait és küzdeni a reformokért. Kossuth ezzel szemben a közéletben, tehát a mindennapi életben, az átlagemberhez fordulva, a napi politizálásban is ezt a reformprogramot erősíti. Széchenyi az arisztokrácia vezetésével képzeli el a reformoknak a megvalósítását, mert a köznemességet bárdolatlannak tartja. A bárdolatlan szót nyilván mindenki ismeri, de azért elmondom, hogy ilyen műveletlen, közönséges személyekre szokták ezt alkalmazni, tehát nem tartja kultúrátnak a köznemességet Széchenyi, és ezért az arisztokrácia vezetésével kívánja a reformokat megvalósítani. Kossuth pedig a köznemesség és az értelmiség vezetésével, mert az arisztokráciát nemzetietlennek tartja, túl elnémetesedettnek. Ne felejtsük el, Széchenyi is jobban beszélt németül, mint magyarul hosszú időn keresztül. Nemzetietlennek tartja az arisztokráciát, és ezért azt mondja, hogy a köznemesség és az értelmiség kell a reformprogram élére álljon. Az udvarral együttműködve gondolja Széchenyi, tehát lépésről apró lépésekkel az udvarral együttműködve a reformokat, ugyanakkor Kossuth nem idegenkedik attól, hogy ki kell kényszeríteni, ha kell, erővel a reformok engedélyeztetését a császári udvartól. Széchenyi mérsékelt autonómiát szeretne a birodalmon belül, ugye ez valamennyire létezik is a pragmatika szankció 1723-as elve alapján a magyar királyságban, hogy önálló törvényei szerint kormányozzák. Ugyanakkor Kossuth nagyobb fokú nemzeti önrendelkezésre áhítozik, ezt szeretné elérni. Széchenyi lassan, fokozatosan és az udvarral egyeztetve szeretné, tehát itt a lassú, nyugodt megfontoltságon van a hangsúly, a Kossuth Lajos pedig lehetőleg minél gyorsabban szeretné a reformok megvalósulását, ugye nyilván ez a vérmérsékletükből is adódik, meg a társadalmi állásukból is. Széchenyi az önkéntes örökváltság pártjánál a jobbágy felszabadítás kapcsán, Kossuth pedig az általános és kötelező örökváltság képviselője állami támogatással viszont. És végül a nemzetiségekhez való viszonyulásuk, Széchenyi türelmes és óvatos nemzetiségi politikát javasol, tehát több autonómiát adna a nemzetiségeknek, Kossuth Lajos viszont gyors elmagyarosítás felé mozdítaná el türelmetlenül a nemzetiségek felé való politikát, egész egyszerűen azért, mert ő ebben a már korábban említett egy politikai nemzet
eszméjében gondolkodik, ugye az azt jelenti, hogy nemzetiségtől, származástól, vallástól függetlenül mindenkinek ugyanazok a jogok járnak. Úgy a többségi nemzetiséghez, mint a kisebbségi nemzetiséghez tartozóknak. Tehát ez a 9 pont az, ami az ő reformok iránti munkásságukban nagy különbség, tehát a reformok elérésében ebben a 9 pontban különböznek, és bizony ez vezetett ahhoz, hogy az 1840-es évek elején rendkívül komoly viták voltak a két államférfi és mondjuk ki nemzeti hős között, és a forrás felhasználásunk is ehhez kapcsolódik, ha ilyen kérdést kapnánk esetleg az érettségén, hogy az alábbi idézetből, ami ugye Széchenyi István jelenkor említett munkájából származik, mutasson rá a vizsgázó, hogy milyen alapon kritizálja Széchenyi Kossuth politizálásának stílusát. Ugye ez azt jelenti, hogy el kell olvasni a szöveget, és beépíteni mondatokba azt, hogy hogyan kritizálja, milyen alapon. Most itt nyugodtan meg lehet állítani a videót, el lehet olvasni a szöveget, és kérem a nézőt, hogy miután ezt megtette, próbálja kiírni azokat a kulcsfogalmakat, amelyek segítik őt annak megértésében, és amelyeket beleírna mondjuk az esszéjében, a szövegében a kérdésre válaszolva, hogy milyen alapon történik a Kossuth stílusának a politizálási stílusának a kritikája. Most újra megmutatom, hogy én mire gondoltam ebben. Azt írja róla, hogy ugye a Pesti Hírlap szerkesztőjének írja 1842-ben, tehát nem nevezi meg Kossuth Lajost, és azt írja, hogy nem, hogy ő szokása szerint szívolvasztó panaszokkal, tehát ugye itt nem ezzel kéne felelni, azt mondja, tehát szívolvasztó panaszok. Ugye ez mit jelent, hogy az érzelmekre hat, nem világos érveket mond. Nagy publikumnak tetszése vagy nem tetszése valami igaz bírálat, tehát magyarán a közvélemény döntésére, közvélemény gondolataira, közvélemény vélekedésére hallgat inkább Kossuth, és ezt akarja befolyásolni. És ugye azzal a példával zárja le ezt a gondolatot Széchenyi, hogy számtalan áldozatokon keresztül ítéletében mindig hibázott a nép. Tehát magyarán nem lehet a közvéleményt energizálni, nem lehet a közvéleményre hatni, és ugye itt arról ír, hogy a többség Krisztust feszítette meg Barabással szemben, és ezt Széchenyi nem tartja velünk együtt túl jó döntésnek. Nézzük meg a kulcspontokat, tehát a reformkor célkitűzései, fő kérdései és Széchenyi és Kossuth programja című témánkhoz. Ezeket a 5 kulcspontot gondolnám megadni, hogyha össze kellene ezt foglalni valamikor írásban vagy szóban valakinek, hogy a 18. század utolsó harmadától kezdve a magyar nemesség körében egyre többen szorgalmazták azokat a reformokat, amelyek az ország modernizációját eredményezték volna. Az 1825-ös, zárójelben 1830-as országgyűléstől beszélünk, reform országgyűlésektől, amelyeken a haladó nemesség célja az volt, hogy a fő programokat sikerüljön törvényi erőre emelni. A reformkor fő programjai az érdekegyesítés, a nemesi jogok eltörlése, a jobbágy felszabadítása, a magyar nyelvügye és a gazdasági modernizáció volt. A változások élén többek mellett, említettem több szemét, ugye a 2 órában, Széchenyi István és Kossuth Lajos álltak, akik hátterükből adódóan másként képzelték el a reformok végrehajtását, ezt az imént elemeztük, és a reformokat aprólékosan, de sikerült végigvinni, az 1848-as forradalmak vitték sikerre végül a célkitűzéseket. Ha valaki további olvasmányokra vágyik még a témában az előadások órák után, ajánlom a következő könyveket. Van egy Széchenyi és Kossuth tematikus
száma a Rubikon című történelmi folyóiratnak, Csorba László, Széchenyi életrajza, vagy Fónagy Zoltán, Dobszai Tamás, Széchenyi és Kossuthot összehasonlító munkája, vagy Kossári Domokos, Kossuth Lajos a reformkorban című írása mindenképpen figyelemre méltó. Köszönöm, hogy megnézték, meghallgatták és figyelemmel kísérték ezt az órát.